Valamiért egy olyan spirálba keveredtünk több hete, már a Honvéd meccs után, amiből nem tudunk egyszerűen kikeveredni. Nem hiszem, hogy itt megérdemelten nyert volna a Szeged, tehát mindenképpen a döntetlen átfogatunk volna, voltak lehetőségeink. Előrefele játékban az első félidőben voltak gondok, utána a második félidő, a tizedik perc, a cserék után nagyon feljavultunk, rúgtunk két kapufát. Ennyi a különbség a harmad meg a másodosztály között, hogy itt a nuanszok döntenek, megint egy berúgják mögénk, ezt egyszerűen értetett, hogy a második félidőt megint úgy kezdjük, hogy volt kapunk, tehát ezt egyszerűen felfogadatlan számomra, holott a félidőben direkt felhívtuk a figyelmet, hogy ez ne legyen. Nem tudom, sajnos a Vini is úgy van, már félidőben jelezte, hogy nem jó, mondta, hogy vállalja, utána gól után már nem tudott játszani, lehet, hogy közrejátszott, hogy de beemelték meg a sérülés. Hát sajnos ebben a szériában nehéz bármit mondani. A győzelem hiányzik, és utána megfordul minden. Lehetne bárhogy, lehetett volna fordítva ez a mérkőzés. Mindent megteszünk, tehát mindennel próbálkozik az ember ilyenkor. Mikor játékos voltam, akkor is az edzők próbálkoztak mindennel. Mi is próbálkozunk mással kicsit feldobni őket, hogy mentálisan ebből a vereségekből, ami azért döngöli le a csapatot, ebből talán ki tudjunk jönni, aztán jövő héten meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Szerencsére azért elég jól sikerült a műtét, ugye április óta nem játszottam mérkőzést. Jó érzés volt most visszatérni, azért dolgoztam az elmúlt hetekben, hónapokban. Hát kicsit ilyen keserédes azért ez a pillanat. Így sikerült, de remélem, hogy innentől minél többet tudok játszani, és ahol csak tudok segíteni majd a csapatnak. Sajnos nem kerültünk ki egyszer sem győztesen, sőt még döntetlen se lett, de egyik mérkőzésen sem éreztem azt, hogy abszolút alárendelt szerepet játszottunk volna. Hiszek abban, hogy kemény munkával előbb-utóbb át fog fordulni ez a dolog, és reméljük, hogy ugyanez a széria majd győzelmekbe fog megmutatkozni a későbbiekben. Azt gondolom, hogy az NB2-ben azért történetnek meglepetések, teljesen mindegy, hogy kinek milyen az előélete, melyik csapatnak, tényleg bármelyik meccsen bármi megtörténhet. Nekünk talán ebből a szempontból, ahogy mondtad, lehet szerencsétlenül jött ki. Most reméljük, hogy kicsit össze tudjuk magunkat szedni, és akkor most a Magyaróvár ellen majd javítani tudunk. Őszintén megvalva mindig csak a következő meccsre szoktunk koncentrálni. Nyilván nézegetjük a tabellát, ki milyen eredményeket játszott. Tudjuk, hogy az Óvár ezelőtt még nem szerzett pontot, most nem tudom, mit játszottak. Úgy megyünk bele minden meccsbe, ebbe is úgy fogunk belemenni, hogy mindenképp győzni kell. Főleg most egy ilyen széria után muszáj, hogy megszerezzük a 3 pontot. PVSC Zugló, a klub, ahol a sport kezdődik.